Hát, biztos vagy, hogy ott ilyen repülőrlávon lövő. Igen, látom, mert ég! Hello, Szeged365.hu family tagok. Itt vagyunk a Délvidékházban. Kicsit csöndben beszélek, mert egy izgalmas program kezdődik. Gyertek, be fogunk kukucskálni, hiszen nem akárki van itt, hanem Dani Zoltán, a jugoszláv néphadsereg nyugalmazott ezredese, aki bizony a lelőhetetlennek hit, tehát lelőhetetlennek hit, lopakodót lelőtte. Valakik még emlékeznek rá, akik pedig nem, azok pedig most meghallgatják az érdekes történeteket. Kicsit exkluzívban be is pillantunk a rendezvényre. Jó sokan vagyunk, gyertek! Szóval nekünk az volt a feladat, hogy oda megyünk ezzel a tüzelős pontra, és hogy minél jobban megtegyük a zárcázást, hogy a levegőből, tehát semmilyen módon ne tudják észrevenni, hogy ott van egy új légvédelmi rakétosztály. Aztán sikerült bármilyen módon. Mert ugye mégsem vették észre, hogy hol vagyunk. Ezek az alapadatok a 117-esről számították arra, hogy ez ilyen valamilyen nagyon nehéz földerítő repülő radára. Azért, mert ilyen gyémánt alakja van, és hogyha innen sugározunk, akkor ezek a dobik félre az elektromágneses energiát, és nagyon kevés jön vissza a vevőbe. A rakéta komplexumnak van egy megsemmisítő zónája, hogyha abban a zónában bejut a repülő, akkor a lehetőség több mint 98%, hogy akkor a rakéta, vagy a két rakéta tudja azt lelőni. A rakéta gyorsabban megy, mint a 117-es. Ő egy lassú repülő, ott amikor voltak az adatok, lehetett észrevenni, hogy hang alatti gyorsasággal, de láttuk a rakéta, az majdnem háromszor gyorsabb, mint a hang. 1200 méter per másodperc. Gyorsan elérte, úgyhogy ha megnézzük azt, hogy elindult a rakéta, és általában az nem volt több, mint 18 másodperc. 18 másodperc kész volt minden. Általában leesett, a pilóta osztrakozott. A többi harci repülőknek van egy olyan eszköz, amelyik, hogy hívják Gábor, amikor mutatja azzal, hogy be van fogva egy radárba. Besugárzás jelző, ez a repülőgépeknek a túlélő képességét. Segítő tudja, hogy ránéz egy radar, besugározzál, hogy éppen rávezet neki. Ennek még az nem volt? Mert minek neki? Úgy sem tudja senki. És akkor a többi pilotáknak van egy olyan GPS, még oda van varva az egyenruhában, ha véletlen ugye körkatapultálja magát, a többi, hogy aztán tudják megtalálni, hol van. Ennek a pilotának az nem volt, hát senki nem megjárta. Mikor ő katapultálta magát, még a képernyőn, nem a képernyőn, igen, van, és akkor már felvette a kapcsolatot a Avaxol, és azt mondja neki, a titkos neve volt Vega 31. Itt Vega 31, Vega 31. Lelőtték a repülőmet, látom, ne esik le, segítség, segítség, s a többi. Hát, biztos vagy, hogy ott ilyen repülőrlávon lövő. Igen, látom, mert ég!